Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 24-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ezen a kártyán a hold látható. A hold az szimbolizálja a mély érzelmeket, egy lelki kapcsolatot, azon kívül az ő reményeit és az ő álmait. Előfordulhat az is, hogy rólatok álmodott, és ez most foglalkoztatja őt. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a kép mutatja az ő érzelmeit. Ehhez nem kell túl sokat mondanom. Ezt egy szóval leírnám, ez a férfi szerelmes. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek? Milyen lépéseket tesz irányotokba? Ezen a képen a tűz eleme látható. A tűz eleme aktív, tehát lesznek itt változások, pörögnek az események. Ő egy új irányba tekint, de nem egyedül, hanem veletek, erre utal a kettes szám. A kettes szám néha olyan belső bizonytalanságot is jelenthet, de ő átteszi magát a félelmeket, hiszen a tűz eleme jelenti azt is, hogy bátor, és mutatja a lelkesedést is. Keres egy közös kiutat. A következő kép az egy napi üzenet, egy lelki üzenet. Őrizd mindazt, amit szeretsz. Ez most a te feladatod. És ez volt a három kérdőjeles jóslás, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, asztrológia nélkül 3500 forint, asztrológiával együtt 8500. Itt felhívnám a figyelmet arra is, hogy készítem az évi horoszkópokat kedvezményes áron. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!